Köszöntöm kedves nézőinket! Ma íjászkodni fogunk itt egy kicsit a stúdióban, bár nincs nálunk semmilyen íj, se számszeré, se közönséges reflexi, de azt hiszem, hogy Vánki Sebastian a stúdió vendégünk, aki a Magyar Íjász Szövetségnek az elnöke, ennélkül is tud az íjászatról beszélni, hogy demonstrációs íjakat vagy számszeríjakat hoztunk volna ide a stúdióba. Úgy tudom, hogy az elmúlt év az diplomáciai sikert hozott a Magyar Íjász Szövetség számára, hiszen egy nagyon sikeres Európa-bajnokságot rendeztek Sopronban. Most az utóhangok milyenek erről az Európa-bajnokságról a hazai versenyzők körében? Jó sok kérdést kaptam egyszerre, köszöntöm én is a nézőket. Hát nagyon pozitívak az utójelzések is, de azért helyesbítenék, ugyanis két Európa-bajnokságot rendeztünk a tavaly, és hát voltak más sikereink is, a világjátékokon részt vett versenyzőink nagyon jól szerepeltek, van egy ötödik helyünk például, ami szerintem egy nagyon jó dolog. Illetve hát rendeztünk egy háromdimenziós Európa-bajnokságot, és egy terep Európa-bajnokságot, tehát a két különböző szakágnak mind a kettő nagyon jól sikerül. Melyiknek van itthon nagyobb sikere? Hol nagyobb az érdeklődés? Itthon a háromdimenziós szakágban vannak úgymond többen. A terepi jászat az viszonylag kevesebb, aki űzi ezt a szakágat, de hát a világjátékoknak a része, és ebből kifolyólag, amennyiben eredményesek tudunk lenni, eredményességi támogatást is von maga után. A sportvezetés, a fő sportvezetés hogyan áll? Hogyan értékeli az íjász sportágat? Hiszen vannak kiemelt sportágak, amelyek kiemelt támogatást is kapnak. Az íjászatról viszont kevés cikk jelenik meg a médiákba, kevés riport jelenik meg a médiákba, úgy tűnik, mintha egy kicsit alul reprezentált lenne a médiákban az íjászsport, és valószínű, hogy ez a legfelsőbb vezetésre is kihat, hogy talán nincs olyan sajtóvízhangja ennek a sportágnak, mint amilyet az eredményei alapján megérdemelne. Hát abszolút, így van, ahogy mondod, de akkor föl kell tenni a kérdés, hogy melyik eredmények. Tehát az államileg elismert szakágainkban még nem vagyunk annyira eredményesek, amennyire szeretnénk. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy egy sportág nagyobb támogatást kapjon, két dolog kell hozzá, vagy látványsport, lásd futball, stb., vagy eredményességi jutalmakat adnak, vagy eredményességi támogatást, az pedig szinte kizárólag csak az olimpiáról szól. Tehát az olimpiai bizottság arról, vagy arra ad támogatást, hogy egy négy éves ciklusban, hogy az olimpián ott voltál, és ha ott voltál, akkor szereztél érmet. Na most ez az íjászat szempontjából duplán hátrányos, ugyanis nem is vagyunk látványsport, mert ugyan a Nemzetközi Szövetség, a World Archery, az sokat tesz azért, hogy a tévében menjen, sportcsatornákon menjen, de azért nem tudja elérni mondjuk egy labdasportnak a népszerűségét, hisz ez van az emberekben, ezt szeretik. És nyilván azok látványosabbak is valószínűleg, ha bár ebben nem feltétlenül értünk mindegyet, azért ülünk itt. A másik meg az, hogy olimpián pedig ugye van 3 darab, illetve 6 darab érem, amit meg lehet szerezni íjászatban, az egyéni sportban, mint mondjuk egy úszásban, Isten tudja hány érmet lehet szerezni, valószínűleg sokkal többet, hisz egy-egy sportoló tud összeszedni, igen, akár 5-6-10 érmet is, vagy nem tudom mennyit szedett össze egy-egy eredményesebb usai, vagy már nem, ez a Phelps például azzal jöttek, hogy 7-8 aranyérmet szed össze egy olimpián. Igen. Tehát nyilvánvalóan ott, ahol nagyon sok szakág bent van az olimpián egy-egy sportágból, vagy esetleg könnyebb azért kvalifikálni, mert azért valljuk be, tehát az íjászatban 150 ország próbál kvalifikálni egy olimpiára, és nem akarok
ellenpéldákat hozni, de vannak olyan látvány sportjaink nekünk is, amelyikre nagyon büszkék vagyunk, én is, de 10 országban művelik. Tehát nem teljesen ugyanaz az arány bejutni mondjuk a 10 országból a 10-be egy olimpiára, vagy a 15-ből a 10-be, nem ugyanaz a nehézségi fok, még akkor is, hogyha utána aranyérmet szerzünk, amit még egyszer mondok, nagyon szép és nagyon kemény munka és nagyon becsülendő, de azért kicsit el vannak tolódva ezek az arányok és az értéke a dolognak. A másik meg az, hogy fel kell építeni ezt az íjászatot, mint olyant. Tehát lehet ebből nagyon jó dolog, ha el tudjuk érni azt, ami az íjász szövetség víziója is, hogy a magyar íjászat az nemzeti sport legyen. Tehát nyilván ez nem 2 éves, 10 éves terv, hanem egy hosszabb terv, amit tudatos munkával fel lehet építeni, és hogyha nemzeti sport tud lenni, mint például, ahogy nálunk a vízilabda, vagy hogyha Koreát hozza mindenki, hogy miért olyan jók a koreaiak, egy oka van, nemzeti sport, és nagyon sok támogatást kapnak az államtól. Tehát milliárdokat kapnak arra, hogy íjászkodjanak. Mondjuk, tegnap tudtam meg, mi erre kapunk éves szinten, 7 szakágunk van, de ugye csak az olimpiai szakágat támogatja a MOB, 15 millió forintot. Egy évre egy tehát országos... Egy jó verseny megrendezésére. Igen, nem tehát egy országos szakszövetségről beszélünk, és akkor ugye nyilvánvaló, hogy a tagjaink sem túl elégedettek ezzel az eredménnyel, mert ebből viszonylag nehéz bármilyen támogatást adni, hisz a működés gyakorlatilag többbe kerül. És emiatt kénytelenek vagyunk úgymond gazdasági alapon működtetni, ami nem mindenkinek tetszik el a szövetséget, hisz kell legyenek bevételei a szövetségnek ahhoz, hogy egyáltalán tudjon működni, mert különben nem csinálnánk semmit, ülne valaki az irodába, és esetleg válaszolna, hogy sajnálom, nincs kész semmi. Tehát igaziból a működéshez szükséges pénzeket össze kell szedjük innen-onnan, amonnan, és ez egy ilyen, hát egy ördögi kör, mert ugye ahhoz, hogy eredményt tudjál elérni, pénz kéne, most már, tehát eljutottunk egy olyan fokra a tudásunkkal, edzőkkel, sportolókkal, hogy most már az van, hogy igen, ki kell menni a világversenyre, hogyha eredményt akarunk elérni. Egy világversenyen a részvétel az milliós összeg, tehát már pályaiászatról beszélek. Nem mindegyik szakákban ennyi, mert meg tudják oldani persze olcsóbban. Hivatalos hotel, az út, nagyon messze vannak ezek a versenyek, tehát Kína, USA, itt-ott-amott, tehát másfél-két millió forint egy versenyzőnek egy versenyen való részvétele. Tehát ezek az arányok, amivel élnünk kell. És persze az elvárás a versenyzőktől, edzőktől, hogy minden legyen kifizetve, a másik oldalról elvárás, hogy legyenek eredmények, ugye a felettes szervektől, de csak akkor adnak pénzt, hogyha már vannak eredmények. Tehát ez egy kicsit ilyen helyzetben vagyunk, de ugyanakkor én úgy érzem, hogy az utóbbi 2-3 évben mindenképp tudásban sokat fejlődtünk, tehát hogyha arról beszélünk, hogy vannak edzők, különböző szintű, tehát vannak ezek a level 1, 2, 3, TF-en is végeztek edzők, tehát bővül azoknak a köre, akik majd tudják oktatni az íjászatot, mert anélkül esélyünk nincs semmilyen eredményt elérni, hisz, ahol ezt komolyan gondolják, és Európában is van egy pár ilyen ország, mondjuk Anglia, Franciaország, Olaszország, ott ebből élnek nagyon sokan, és ennek megvan az eredménye, tehát profi íjászok. Eredményt úgy lehet elérni akármelyik szakákba, tehát nálunk sem úgy érik el mondjuk vízilabdában az eredményeket, hogy hazamennek 10 óra munka után, és akkor elmennek a medencébe egy kicsit labdázgatni, hanem ezt csinálják. Profi edzőkkel, profi szövetségi kapitánnyal és profi játékosokkal, bírókkal, stb. Tehát nem sorolom tovább. Íjászatban úgy, hogy fizessél mindenért, az edző fizesse a saját mindenét, tehát így viszonylag nehéz motiválni az embereket, tehát ezen próbálunk változtatni, ez egy nagyon hosszú folyamat. Ez volt az olimpiai rész, most ugye vannak a többi szakágak, van a terepíjászat, ami még ugye a világjátékok része, ez is 4 évente történő esemény, és hogyha ott elérünk, ez a terepszakágunkat érinti,
persze ott is legfőképp az érmek számítanak, mert az, hogy részt vettünk, mi már az nagyon nagy eredmények tudtuk be, hogy egyáltalán kijutottunk, hisz 12-en jutnak ki per kategória, ebből van ugye 3 darab, 12-en jutnak ki az egész világról, tehát nem volt olyan egyszerű két versenyzőt kvalifikálni, sikerült valahogy, egy az olimpia, egy meg a Berbo osztályban. A csigás részt, azt már teljesen átemelték pályára, tehát ott esély nincs arra, hogy bárki is kvalifikáljon. Tehát azokban az íj fajtákban, amiben volt esély, kvalifikáltunk. És Berbóban Kakas István még ráadásul 5. is lett, ami azért... Tehát, az nagyon szép eredmény, ha úgy veszünk. Igen, tehát itt is a terepíjászat még azért is nagyon nehéz, hisz itt ugyanazokkal versenyzünk, akik a pálya profi részről átmennek, tehát versenyeznek itt is, ott is, és egész nap ezt csinálják, ez a munkájuk, ezért kapnak fizetést. Tehát profikkal versenyeznek az amatőr versenyzőink, nem tudom, hogy gondolom, hogy elég érthető, amit elmondtam. Egy gyakorlatilag a lehetetlent visszük végbe. Úgy versenyzői, edzői, de én úgy gondolom, hogy szövetségi szinten is, mint vezetés. Persze nem mindent csinálunk jól, mi is hibázunk sok mindent, de tehát itt mindenkit föl lehetne szorolni, a gyerekeknek a szüleit, a versenyzőket, mindenkit, mert mindenki erőn felül teljesít, ennyire elég. És akkor ehhez képest ugye kicsit... hogy is mondjam, nem túl motiváló, hogy nem kapunk pénzt, mert mi meg úgy gondoljuk, hogy amit tudtunk, mindent megcsináltunk, igen, mindenki áldozott, mindenki edzett, mindenki oda tette magát, de hát nyilvánvalóan a profi mezőnyben azért nem olyan nagyon könnyű elérni eredményeket. Volt ez a két szakág. Na most vannak a többi szakágai, mint például a háromdimenziós szakág, tehát ott érünk el eredményeket, még a profik közt is, tehát az idén is a World Archery világbajnokságon csapatban 2. lett a magyar csapat. De hát azt már nem számolja ugye a MOB sehova, mert hogy az nem része egy ilyen nagy játéknak, hanem csak az lett, és akkor hát, vagyis nem idén, hanem a tavaly ősszel, tehát most ugye 2013-ról beszélünk, és 14-ben vagyunk, igen, majd megszokom most már én is. Tehát igaziból az ilyen hobbi részre van sorolva, és akkor az van, hogy saját pénzből kimennek, saját pénzből készülnek, de ott egy kicsit egyenlőbb még az arány. Tehát ott is már beszivárognak ugye a többi szakákból az egész időben ezzel foglalkozó, de azért még egy kicsit hobbibb szintén van. Ezek is komolyan edzenek, komolyan megcsinálják a munkát, de azért mellette dolgoznak, ide mennek, oda mennek, tanulnak, stb. Tehát ott, ahol mondjuk van esélye a magyar mezőnynek, mert kicsit kiegyenlítettebbek a feltételek, tehát nagyjából ilyen fél amatőr szinten csinálják a dolgokat, vagy amatőr szinten, ott abszolút labdába rúgunk, érmeket szerzünk, jók vagyunk. Ott, ahol a profi szint van megkövetelve, ott nem tudunk. Tehát egyelőre nem tudtunk. Tehát most, ahogy kinéznek a juniorjaink, meg a kadettjeink, pályaiászatra váltok át újra, van rá esély, van rá remény. Vannak tehetséges gyerekek? Ezek vannak, szóval? És most már a technikájuk is megvan hozzá, a segítség is megvan hozzá. Megteremtettük azt a versenyrendszert, ahol fel tudnak készülni a nagy versenyre. Tehát létrehoztunk egy ilyen Közép-Európa kupát, ahol a hasonló helyzetben lévő kis országok egymással tudnak olcsón versenyezni, ahol felkészítik a gyerekeket arra, hogy mert ugye egy nagy verseny az egy nagy verseny, tehát a hazai verseny és a nagy verseny közt akkora a lépcső, hogy ezt nem tudják meglépni, de hogyha van középen egy olyan versenysorozat, ami azért nemzetközi verseny, de mégsem az a nagyon nagy verseny, akkor ugye, tehát ez szihésen mindenképp rá kell készülni erre, tehát erről szól az íjászat, hogy rá tudták készülni minden szinten, nem csak technikailag, hogy sokat lövök, és akkor biztos hát itt a mentális edzésnek hát itt a mentális, meg az, hogy egyáltalán részt veszel a versenyen, és azt a környezetet, azt mindent megszoksz, ki tudod zárni, rá tudsz készülni. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy akármilyen jól lősz otthon, elmész egy nemzetközi versenyre, szinte igen, biztos, hogy nem fogsz jól szerepelni. Hát azt mondták nekünk a főiskolán a tanárok, hogy versenyezni csak versenyen lehet megtanulni.
Hát, és ennek igen. pedig anyagi hát, kritériumi föltételei van. Valami valószínűleg azért mondták ezt. Így van. De ez valamennyi sportágra. Tehát gondolom, jelenti. Hogy azért úgy nagyjából leírtam a különbségeket. Tehát egyik szakágunkat sem mondjuk elhanyagolva vagy lenyomva, de bizonyos szakágakban profi szinten űzik az íjászatot, más szakágakban meg fél amatőr vagy amatőr szinten. Na itt van esélyünk, hisz mi is így űzzük, és abban igen. jók vagyunk. Hát ott, elnök úr is versenyző hát, volt évekig, évtizedekig. És amatőr szinten, természetesen. Tehát ezeket a különbségeket meg kell tenni, mert nem lehet ezeket összehasonlítani, ezeket igen. a dolgokat. Tehát a profi szinten, mint amatőr, nagyon jó, hogyha belekerülsz az első 20-ba, első 50-ben, hisz az első 50 az profi íjász. Minden világbajnokságon, hogyha megnéz az ember, hogy kik vannak benne, szinte kizárólag, de legalább 90%-a az. Tehát ott érem elvárásokat támasztani, ahol mondjuk az első 40, 35-40 íjász, professzionális íjász, az egy irreális dolog. Mindenki számára, saját magunk számáról is, a MOP részéről azt akartam igen. mondani, a versenyző részéről, mindenki részéről. Na most ennek ellenére mondom azt, hogy vannak olyan juniorjaink és kadettjeink, akik meg tudják csinálni a csodát, és hogyha egyszer ez sikerül, csak egy kell megcsinálni, akkor tízszeres szorzóval mennek a támogatások is, de addig nem. Tehát ugyanis van egy rendszere a támogatásnak, ezt meg nem fogják, akármilyen jól lobbizok, akármit mondok, nem fogják fölrúgni. Nem lobby kérdése. Ugyanis akkor mindenki jönne, tehát a kis szövetségekből. Tehát mindenki azt mondja, az íjászoknak adtatok, akkor nekünk miért nem. Igen. Tehát valamennyire el lehet ezt tolni egy pár millió forinttal, ezen dolgozunk, de úgy, hogy most jelentősen több legyen, nem tudják megcsinálni politikailag szerintem. A MOB-ban, tehát ezt a tegnap is tapasztaltam, nem is nagyon aludtam az éjszaka, meg kicsit felhúztam. És végül is de... elnök úr el tudja dönteni, hogy melyik ujját harapja meg? Hát nem mindig. Ebben a káoszban, hiszen nem mindig, valamerre és, csak kell kitörési pontot keresni. Nyilvánvalóan, hát ez az, amit mondtam, hogy képezzük az embereinket, mint edzőknek, képezzük az íjászainkat, próbáljuk őket minden eszközzel, ami rendelkezésre áll, motiválni, hogy, és igen, próbáljuk magunkat is motiválni sokszor. Azt kell, hogy mondjam. Hát, tehát nem mindig könnyű azért a dolog, mert nem is tudom, hogy nem egy hálás feladat sokszor igen. ez a dolog. Viszont azt tapasztaltam, szinten, hogy a háromdimenziós sportágban például nagyon profi versenyrendezések vannak már. Hogyne, hát ott is, de mondjuk, hogyha ezt egy pálya VB-vel hasonlítjuk össze, tehát nem összehasonlítható. Nem. És ez, tehát ez, hiába mondják, sok olyan visszhang van Magyarországon, hogy nem gazdasági alapon kéne csinálni a dolgokat. Másképp nem lehet. Ezt csinálja a világszövetség is. Miért van pályaiászat? Azért van pályaiászat, mert az olimpiai közvetítési jogokból kapja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól a Nemzetközi Íjász Szövetség a pénzének nagy részét, tehát igen. ilyen 60%-át, elég ügyesen már el tudták adni magukat, de ilyen 40% talán a szponzori rész, de a nagy része abból jön, hogy az íjászat ott az olimpiai programban, és közvetítési jogokat vesznek, hát nem Magyarország, de mondjuk más országok is lemegy tévébe. Tehát ebből kapnak 4-5 millió eurót éves szinten. Tehát nyilvánvalóan, hogy arra költ akár cég, akár szövetség, amiből neki bevétele van. Tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy 90%-át a bevételeiknek az pályaiászatra költik, és ez meg is látszik. Tehát fejlesztések vannak, technikai, mindenféle részen fejlesztenek, de ugyanakkor meg ugye a terep az már nem nagyon kap, a világjátékok miatt még igen, a 3D az már igen keveset, és a többi szakág az meg semmit. Tehát, és ez ugye letükröződik, tehát amit fönt csinálnak, az végigmegy az egész vonalon. Na most ehhez képest ugye vannak a szabadidős IAS szövetségek, az IFA, amit említettünk, EB-t, hogy rendeztünk a terepen. Tehát ott teljes mértékben a versenyzők finanszírozzák a rendszert,
ott nincsen kvalifikáció, részt vesznek nagyon sokan. Itt is 400-nál több résztvevő volt Sopronban az idei EB-n, és a nevezési díjakból finanszírozza a rendező is, meg maga a szövetség is, a Nemzetközi Szövetség ugye jogdíjat kér azért, hogy egy versenyt megrendezhessen, és abból tartja el magát. Tehát teljesen más alapon működnek. És miközben a profi szervező csapatot is meg kell fizetni, hát, bírókat igen, is. Így van, tehát mindenért kell fizetni, és ugye most van az a Nemzetközi Szövetség is, ami itt van Magyarországon, az IA, International Archery Association, amely nevében ugye tudok beszélni azért, mint elnök ott is, és annak a szervezése, felépítése ugyanúgy folyik azokban a szakágokban, amik nincsenek sehol reprezentálva, tehát ott is benne van a 3D, illetve a történelmi, meg a vadászhíjászat, tehát ezt a szövetséget is építjük, és teremtjük meg annak a lehetőségét, hogy Magyarországon is tudjanak a magyarok versenyezni, meg a környező országokban is, meg külföldön is, azokban a szakágakban, ahol nem feltétlenül profik versenyeznek, hanem azért versenyeznek, mert ez a hobbiuk, erre akarnak költeni, ezt szeretik, ezt imádják, és akkor ezzel meg tudjuk ezt teremteni, meg tudjuk adni nekik, hogy nem csak itthon ellövöldözgetünk valami kis sufniban, hanem van egy céljuk, el akarnak érni egy bizonyos eredményt, mert azért tehát nem úgy kell elképzelni azért a hobbijászokat, hogy nem tudnak lőni, tehát erről szó nincs. Csak hát mondjuk a pályai jászatban egy-egy pont dönt mindig, olyan egyenlőek, olyan, tehát igen. Olyan rákészültséget. Igen. Itt egy kicsit nagyobb a szórás, attól még ugyanolyan jó versenyző, igen, meg ugyanúgy gondolom, hogy autodidakta módon készül legtöbb versenyző. Hát így van, ahogy tudnak, fölkészülnek. Nyilván nincs edzője mindegyiknek, nincsen lehetősége. Lövésszámra rámegy, távokat kell ugye becsülni. És a testnevelési egyetemen indítanak ilyen edzőképző szakot? Hát most egy ideje nem volt, most kérdezték meg, hogy mi a vélemény, meg mit kéne, de egyébként igen, tehát tavaly talán befejeződött, indítanak, aztán pont erről beszélgettünk az egyik edzővel, hogy aki ott végzett, hogy mi is, amit kéne javítani. Tehát egy nagyon jó alapot kapnak, úgy általánosan, de íjászatból egy viszonylag hiányos ismeretet. Igen, mert az íjász edzés elméleti módszertani dolgokat nem tudom, hogy van-e egyáltalán tanár, aki tudja oktatni. Kapnak pár órát, de gyakorlatilag úgy kerülnek ki, mint íjász edző, hogy az íjászathoz nem értenek olyan szinten, mint ahogy kellene. Ezért van nekünk ez a level 1-2-3, amelyik viszont inkább a másik részt oktatja, tehát az íjászat specifikus részeit, viszont nyilvánvalóan nem tud egy olyan mély tudást adni a többi részben, tehát magában az edzői részben, hisz az egy 4 éves oktatás, ez meg mondjuk 18 hónapos a level 3, ami most a legfelsőbb fok, amit itt Magyarországon oktatnak, de a másik része, tehát inkább a gyakorlati része, hogy tudok íjászt nevelni, és nem feltétlenül csak az edzői rész, ami persze nagyon fontos és nagyon jó, de hogyha nincs meg a gyakorlati része, akkor megint nem tudunk lépni. Tehát ott is megvannak a problémák, de a lényeg az, hogy vannak edzők, tehát ilyen vagy olyan szinten elkezdődött ez a dolog. Tehát még mindig jobb, hogyha van egy level 1-es edző egy klubban, mint hogyha senki nincs. Tehát igen. Vagy egy level 2-es, vagy level 3, vagy éppen TFS. Tehát még egyszer mondom, ez azért nem egy 1-2 éves folyamat. Sajnos ez nem volt meg Magyarországon. Ebből persze voltak klubok, volt egy pár edző, TFN végzett, de hát az országos szinten nem tudja kitermelni azt a színvonalat, mondjuk az íjászokból, ami egy nemzetközi sikeres szerepség. Azt hiszem, baseballosokkal beszélgettem én egyszer, hogy ha jól tudom, a békehadtest küldött nekik edzőket. Uh-huh. Van ilyen jó szolgálat, hogy talán a távol-keleti kiváló íjászok országából lehetne esetleg ilyen pályázatot
föladni, kérni egy ilyen segítséget, hogy a békehadtesten belül ilyen szakirányú edzőket küldjenek Magyarországra, aki esetleg még tanár is lehetne adott esetben a testnevelési egyetemen. Hát ez történik. Tehát van egy holland edző, aki egy darabig szövetségi kapitánként, edzőként működött. Most elértünk 3-3,5-4 év után oda, hogy átadja ezeket. Tehát például most már a level 1-et, 2-t, a level 3-asok tanítják, akiket ő tanít. Tehát gyakorlatilag ő úgy tudott ide jönni, hogy az megbeszéltük, hogy akkor tudsz itt szövetségi kapitány lenni, hogyha átadod a tudásodat. Hisz azzal, hogy idehozol egy edzőt, ez nagyon jó dolog, és biztos, hogy egy-két embert föl tud nevelni. Nagyon sok pénzbe kerül, de a tudását nem fogja átadni más edzőknek nagy valószínűséget. Tehát nekem valaki olyan kellett, aki nem csak edző volt, hanem az edzőséget is megtanította, továbbadta, és ebből van az, hogy vannak edzőink egyáltalán, vannak instruktoraink és különböző szintű edzőink is most már, ami ugye hát feltétele annak, hogy egy pár éven belül jó íjászaink is legyenek a versenysportban. Az, hogy mikor lesznek olimpiai érmeink, hát az még egy kicsit valószínűleg odébb van, de azért olimpiai kvalifikációnk biztos, hogy lesz, és még az sem lehetetlen, hogy akár érmünk is. Tehát azon a szinten az, hogy kiszerez érmet, az már eléggé képlékeny. Tehát, mint mondtam, egy-egy ponton múlik. Ha valaki követi ezeket a versenyeket, tehát nagyon-nagyon szoros, épp milyen a formája, fújt a szél, nem fújt a szél, pont jobban esett az eső, vagy keves. Tehát ez már minden számít, hogy kinek van szerencse. Tehát tudás, az mindenképp ott kell legyen, a többi az már azt mondják, ha az ember megnézi ezeket a kommenteket a Világszövetség honlapján, hogy a többi a szerencse. Tehát ezen a szinten már olyan kis dolgok döntik el, hogy nem igazán lehet borítékolni. Persze könnyebb egy olyan országnak mondjuk érmet szerezni, akinek ott van fullba a 6 vagy 12 versenyzője, mint aki egyet tudott kiküldeni, mert ő van esetleg olyan szinten, hogy akár bekerülhet egy döntőbe is. Mert azért, erről már beszéltünk, kicsit drága mulatság kiküldeni úgy embereket, hogy 186-ok lesznek, mert tehát drága tanuló pénz. Erre hoztuk létre a Közép-Európa kupát, hogy fiam, előbb nyerd meg azt, ha ott már mindent taróltál, akkor beszéljünk arról, hogy kicsit távolabbra is elmenjünk. Egyébként meg semmi értelme, tehát az neki is egy negatív élmény, nekünk is az, mert hát ugye kidobtunk egy csomó pénzt, és nem biztos, hogy tanult bárki is belőle, meg az eredményességünk sem lett jobb tőle. Tehát a rendszer föl lett építve most egy pár év alatt, most kell elkezdeni üzemeltetni is, tehát az sem egy könnyű dolog, mert oda kell már a pénz. Igen. Na most ezt én szerintem elég jól el tudtam magyarázni, a hivatalos szerveknek is, de úgy néz ki, hogy nem lábbat könyvbe a szemük tőle, mert még nem látom az eredményét a tavalyi tárgyalásoknak, de hát, ahogy szokták mondani, a remény hal meg utoljára. Hát reméljük mi is, hogy a remény hal meg utoljára, és azt hiszem, hogyha a vezetők nem, akik ezt a műsort végignézték, hallgatták, azoknak a szeme esetleg könyvbe lábad, hiszen egy olyan ősi sportág műveléséről van szó, ami végigkísérte szinte az emberiség történelmét. Kedves hallgatóink, kedves nézőink, örülök, hogy ellátogatott a stúdiónkba Vánki Szevasztián, a Magyar Íjász Szövetség elnöke, és azt hiszem, hogy a komoly küzdelmekbe betekintést nyerhettünk az általa elmondottakból. Még egyszer köszönöm a figyelmüket elnök úrnak, hogy eljött ide a stúdiónkba. Viszontlátásra!